Sziasztok! Ez itt úgy meghalkozkátok, bár ez itt a három lévét mutatok be nektek. Az első Az utolsó légió című kis film, amelyet ajándékba kaptam az Express.hu akciós októberi akcióján. Októberben rendeltek DVD-ket, 1000 forintért, azokért jár, minimum 1000 forintért, azokért járnak ingyen DVD-k. És jelen pillanatban 3 DVD-t választottam, bár lehetett volna egyébként 4-et is. És sajnos ez ugye nem történt meg, mert elfelejtettem. Lényeg az, hogy itt látható az áron. A Hajrá boldogság, az utolsó légió, és az Elah völgyében, vagy Éla, sose tudom. Az utolsó légiót és vettek másik tévéből, ez egy 2007-es kisebb költségvetésű kis ilyen, hát történelmi film, de én történelmi kalandfilmnek mondaná. Amiben nagy nevek vannak, nem kis nevek, mint például Colin Firth, Ben Kingsley. És az érdekesség az, hogy elég sok extra is van rajta. Előzetesek sora kimondott jelenetek, az utolsó légió készítése, a harcjelenetek előkészítése. 5.1-es magyar hanggal, és 5.1-es angol hanggal, de ezek mellett 2.0-as magyart is választhatunk. A játékidő durván 100 perc, és gyakorlatilag az utolsó légió, ugye az olyan légió volt, amit próbáltak ebben a filmesítésben összehozni az eltűntő légióval is, illetve kalandosabb elemekkel, illetve történelmi pontosabb dolgokkal, és így alakult ez a film ki. Egyébként egy közepesebb filmről van szó, de meg lehet nézni. Tényleg ilyen vasárnap délután, mint matiné, de nem egy ultra rossz esetre van szó. Az Elah völgyében szintén, hát nem egy szuperlatívusz, de ha jól tudom, talán Oscarra jelölték, de esetleg díjakat nyert fesztiválokon, amit itt láthattok is, mert esetben... Bocsánat, nem is, ez Oscar díjjelölés volt, Tom Jones esetében. Ezt a filmet meg nem láttam, de meg fogom megnézni. Lényeg az, hogy Charlize Theron, aki szintén Oscar díjas, ugye azt mondom, a Szörny színű filmért kapta annak, amely egy vérgyilkos nő, vagy nem is tudom már pontosan kikről szólt, és ő ezt eltudta hitelesen, hogy valós történet volt. Tom Jones pedig például többek között emiatt is jelölték karrierje során. Suzanne Sarandon is szintén a Oscar díjas. Az egy amerikai történet, de nem olyan nyálasan és nem patetikusan, nem kicsesen. Ez egy eltűnt utánvaló nyomozásról szól. Irakból visszatért fiú, aki veterán volt, és hát sokak szerint esetleg megbolondult, vagy elrabolták, vagy valami történt vele, és ezt kutatja, vagy ugyan kutatják. Tehát ez egy olyan film, ami hát nem a legboldogabb filmet egyike. De hát ezt is meg lehet nézni, nem egy rossz film, majdnem 2 órás, és szintén van 5.1-es magyar és angol hang rajta, interjúk a szereplőkkel, főszereplőkkel, kivált jelenetek, ajánlók, előzetesek. Nem rossz az ütközések, rendezőjétől Paul Haggis. Itt is van jelenet, választás, illetve lista, baloldalt, vagy a másik DVD-nél, és hát a DVD-ben. Tehát ingyen ezek nem rossz filmek, nem tökéletes filmek szerint, de nem rossz filmek ezek. A harmadik pedig a Hajrá boldogság című film, ezt abból láttam, ez egy igazi dramedi, egy dráma és vígjáték keverékel, boldogságot, jó érzetet kap tőle a néző, egyes vonataiban, néha pedig kicsit drámaibb. Olyan nevek vannak benne, mint Sally Hawkins, Alexis Zegerman és Eddie Marson. Sally Hawkins eléggé lehet ismerni, sok filmben van mostanában, főleg ez a film vitte újra reflektorfénybe őt. Hát Igor, aki egyébként eredetileg megkapta az ezüstmedve legjobb színésznő díjat egyébként, és a Golden Globe-on is kapott pár díjat, szóval szintén egy híresebb film van szó. Szintén 5.1-es magyar hanggal, angol hanggal, 2.0-as magyar hanggal, 111 perces játékidővel, és szintén vannak extrák rajta, kormány és kamera, így készült a film, karakterek bemutatása, eredeti előzetes és ajánlók. Belülről szintén hát eléggé jól néz ki, de lehetesen megoldani ilyen kép a filmből és a DVD-t. Eléggé jól csinálták meg ezeket a DVD-ket, hát mindegyiket az SPI adta ki, amíg számít oldalt van, és SPI International. Úgy látszik, hogy törekednek arra minőségben, jól néznek ki, belül kívül a DVD, és azért legalább valamennyi extrát tartalmazon. És hát olcsón, egyik ezek nem olyan drágák alapból, vagy ajándékba ingyen is adhassák az adott cégek, forgalmazók. Szóval ez nagyon szupi, hogy online oldalak. Szóval ez az a 3 filmet be akartam mutatni. Tetszett nektek, és önök is tetszenek majd esetleg. kihasznál, hát most már nem tudjátok kihasználni októberi Express akciót, de ha lesz hasonló ilyen, akkor azt használjátok ki ezek után mindenképp. Ezt ajánlom tényleg. Úgy tudom, hogy tőletek, milyen a bűzhatlátásig. Sziasztok!